a tradícióról, spiritualitásról, ezen belül különösképpen a beavatásról olyanoknak lehet és kell beszélni, akik úgy szólván azt, ami körülveszi őket a jelenkori világban, amiben mintegy magukra eszmélnek, azt kevésnek találják. Kevésnek találják, de nem abban az értelemben, hogy valami horizontalitás mentén és mennyiségi értelemben azt fokozzák, hanem egy lényegi értelemben találják azt kevésnek. Egy olyan, ha szabad azt mondani, lázadó attitűd meglétére van szükség ahhoz, hogy az itt elhangzottak megfelelőképpen kerüljenek értelmezésre, amely éppen ezt a hiányt, ennek a hiánynak az intuícióját veszi, mint egy alapjául. Nagyon sokan érzik azt, hogy a modern világban, illetve saját magukkal valami nincsen rendben, fiatal egészséges emberek nem érzik jól úgymond magukat, aminek az okaira többen többféle választ adnak, de alapvetően azt próbáljuk megragadni, ami ennek a gyökerénél van, annak a válságnak a legmélyebb oka, amely az ember egzisztenciális helyzetéből következik. Ugye a lázadás az kétféle lehet, alapvetően egy képzeletbeli vertikum mentén elgondolva, lehet olyan, amely mint egy alulmúlja a kiindulási állapotát, illetőleg olyan, amely egy transzcenzióra, tehát egy meghaladásra törekszik. A meghaladásnak úgymond az intézményesített formája valamikor a tradicionális világban az volt, amit beavatásnak lehet nevezni. Gyorsan hozzá kell tennem, bár az itt jelenlevőknek valószínűleg nem szükséges ez a pontosítás, de mivel ugye ez kikerül, ez az előadás ezek közül, a falak közül, hogy miről nem beszélünk most. Tehát nem primitív szociológiai úgynevezett beavatásokról beszélünk, katonai, meg kollégiumi és egyebekről, illetőleg nem is primitív törzsi úgynevezett beavatásokról, amelyeket például különböző alászállott és primitív kvázi civilizációkban bizonyos életkor elérése után eszközölnek az illetővel. Amiről beszélünk, az a szorosabban vett spirituális és metafizikai szintet realizáló beavatás. Ez ugye latinul iniciáció, ami szorosabban véve kezdetet jelent, kezdetet, valaminek a kezdetét. Görögül ez baptismus, ami bemerítést jelent. Igazából ennek a pontos latin fordítása fermentáció lenne, ami egy alapszínnel való ellátást jelent. Tehát, hogy egy olyan alapminőséggel való fermentálás, a beavatás, ami, amikor perfektuálódik, tökéletessé válik, eléri önön végcélját. Ez a végcél az ember ontológiai státuszának, a kezdettel, sőt a kezdettelennel kapcsolatos állapotának a helyreállítására irányul. Valamikor az idők kezdetén nem volt szükség beavatásra, azt lehet mondani, hogy a mából nézve minden ember lényegileg beavatott volt. És ebből azonnal következik, hogy az a teoretikus megközelítés, amivel egyáltalán meg tudjuk közelíteni a beavatás eszméjét, az evolúcionista és progresszionista alapon teljes mértékben lehetetlen. Az evolúcionizmus és a progresszionizmus egy modern elgondolás, amely azt ételezi, hogy egy eszmei értelemben legalacsonyabb pontból a véletlenek és különböző embertől független folyamatok eredményeképpen egy képzeletbeli vertikum mentén folyamatosan magasabb létforma jön létre. Ez a szemlélet teljes mértékben ellentmond a beavatás megragadhatóságának. Ilyen megközelítés mellett egyébként sem a tradíciókat, sem a vallásokat, ezen belül pedig kiváltképpen a beavatást nem lehet megérteni.
A nem megértés az azt jelenti, hogy realizálni pedig pláne nem lehet. Ugye ahhoz, hogy valamit konkrétan realizáljunk, ahhoz azt tökéletesen érteni kell, mint egy első lépésben. Tehát a szemlélet, ezzel kapcsolatos szemléletek tökéletesítése és a úgymond helyreállítása a legeslegelemibb első lépés ahhoz, hogy itt érdemben valamit lehessen tenni. Ugyanis a megközelítésem kifejezetten gyakorlati orientációjú, még akkor is, hogyha ezt nyilvánvalóan, amiről itt szó van, olyan hatalmas nagyságrendű, hogy nagyon komoly teoretikus, vagyis elméleti előkészítésnek kell megelőznie. Tehát az iniciáció, a baptizmus, illetőleg szanszkritül a díksa, az ember ontológiai és szupraontológiai állapotának a helyreállítása. Egyrészt ontológiai, tehát ez azt jelenti, hogy a jelenlegi lét állapotának, ami ugye az individuális emberi állapot, az egyénként végbe menő önátélés, individualizáció, ennek a horizontalitás értelmében elképzelhető világnak a centrumába való visszatérés. Ez a centrum vallási nyelven fogalmazva, hogy ez az Édenkert, Gan Eden, vagy a paradicsom, amely tulajdonképpen a beavatás, az effektív beavatás első lépésben elérendő végcélja. Amikor ez a végcél eléretik a beavatási folyamat végbemenetele révén, akkor egy képzeletbeli irányváltásnak kell végbemennie, és a horizontalitásból a vertikum mentén itt veszi kezdetét az úgynevezett metafizikai megvalósítás. A metafizikai megvalósítás és az a két különböző etap jelöli ki azt, amit kis, illetve nagy misztériumoknak nevezünk. A kis misztériumok beteljesítésének végállomása, az ontológiai állapot helyreállása, a paradicsomi és az édenkerti állapot helyreállítása, a második lépés pedig a metafizikai megvalósítás tökéletesítése, végbevitele, ami a metafizikai abszolúcióval azonos. Valójában feltehetjük azt a kérdést, hogy a beavatás mi beavat be? Hát ha egyszerűen akarunk rá válaszolni, akkor azt kell mondani, hogy a beavatás önmagamba avat be. Önmagamba a teljes abszolút és metafizikai értelemben vett önmagamság, ami a szanszkrit nyelven az átmá, hiperrealitásába. Olyasmi ez, hogy valójában az út önmagamból indul ki, és a különböző identifikáció szinteken keresztül vezet végül valódi és igazi értelemben vett önmagamba. Olyasmi ez, mint egy sajátos hasonlattal élve, amikor az emberen számos ruha van, tehát 3 trikó, 5 ing, 2 kabát, stb. Valójában ez, ha elég sok ruha van rajta, az teljes mértékben el is torzítja az alakját, de amikor mondjuk így magára tekint az ember, akkor is azt mondja, hogy én vagyok, de sokkal inkább saját magaként éli át önmagát, akkor amikor egyáltalán nincs rajta ruha. Ez ugye maszkok kérdése. Valójában a beavatási folyamat a maszkoknak a különböző partikuláris, tehát részleges önazonosításoknak a meghaladása. Bizonyos értelemben a kiinduló pont is én vagyok, csak nem eléggé intenzív módon. Tehát ezeknek a reám rakódott ruháknak, amelyek valójában annyiban szerencsés az a hasonlat, hogy a súlya kapcsolatosak, tehát a súly pedig az alászállással és a leereszkedéssel és a mélybe való aláhanyatlással. Tehát valójában a partikuláris részleges identifikációk felszámolásában áll, ami folyamatosan és egyre inkább közelebb viszem magamhoz. Most a probléma az, hogy bár az út az belőlem indulok és saját magamon keresztül önmagamba vezet, ezt az út kezdetén, ezt döntő lépést, amely önmagam irányába elindítana, ugye iniciáció, kezdet, elindulás, nem tudom végrehajtani. Ehhez úgymond kvázi külső segítségre van szükség.
Ez a külső, természetesen magasabb értelemben, saját magam külső világa, sőt, még magasabb értelemben a benső világom, mert egy idő után a külső és a belső között nincsen különbség, de az, az aspiráns, aki a beavatás felé törekszik, az önidentifikáció olyan állapotában találja magát, ahol nagyon is van külső, és a külső, mint külvilág, kényszerítő erejű. Éppen ezért a külvilágban megjelenő szimbólum, ami elsősorban a beavató formájában jelenik meg, és hogy mi vagy ki a beavató, azt hamarosan tisztázzuk. Szóval, hogy egy ilyen kvázi külső segítségre van szükség ahhoz, hogy önmagamból a beavatási folyamat során kondícióktól mentes, tehát feltételektől mentes, abszolút önmagamba visszajuthassak. Ahhoz, hogy megérthessük, mi a beavatás, és hogy ez mennyire egy normatív fogalom, nem pedig valamilyen légből kapott és zavaros eszmekör, először is azt próbáljuk megérteni, hogy beavatás csak reguláris értelemben van. Tehát az, ami igazán és az eredeti valóságának megfelelően beavatásnak tekinthető, az egy nagy mértékű szabályszerűséggel függ össze, tehát reguláris. Nincs más beavatás, csak reguláris beavatás. Az, ami a regularitás szabályainak nem felel meg, az valójában vagy nem beavatás, vagy álbeavatás, vagy pedig ellenbeavatás, ugye még súlyosabb kategória, amire az előadás vége fele vissza fogok térni. Tehát valójában a regularitás elengedhetetlen. De vannak olyan körülmények a világciklus lefutása folyamán, és sajnos a jelenkori nyugat éppen ilyen körülményeket preferál az ember számára, ahol a nagy klasszikus értelemben vett regularitás, konvencionális, tehát szokványos értelemben ismert feltételei már nem állnak fent. Ahhoz, hogy a konvencionális és a nem konvencionális, tehát a szokványos és úgymond nem szokványos regularitást a beavatás kapcsán meg tudjuk érteni, először próbáljuk meg a beavatás normatív formáját tisztázni. Ez legelsőlegesen, ha definíció szerűen akarnánk megadni, akkor a beavatás a spirituális influencia transmissziója. A spirituális befolyásnak az átadása, transmisszió. Itt nyilvánvalóan van egy átadó, aki csak olyan lehet, aki maga is beavatott, mert valaki csak azt tudja valakinek átadni, amivel ő rendelkezik, ugye gondolom ez triviális. Az átadás, illetve a spirituális influencia. Most a mi az, hogy spirituális? Ugye a spiritus, mint szellem, és nem lélek, és ebből következik is az, hogy a beavatás során egyáltalán nem pszichikus kibontakozásról van szó. Tehát nem lelki fejlődésről és lelki kibontakozásról, hanem spirituális, vagyis szellemi önmeghaladásról. Ahhoz ugye, hogy ezt igazából megértsük, elő kell vennünk a szellem meghatározott, mi valójában a szellem. A spiritus az valójában a subjektum in actu, tehát az aktusban levő szubjektum. Az aktusban levő szubjektum, amely befolyást, tehát influenciát gyakorol a beavatási folyamat során, olyan értelemben, hogy ez a befolyás, ez valójában felébreszti az emberben mélyen szunnyadó metafizikai principiumot. De valójában az abszolútum, amit vallási nyelven Istennek, a metafizika nyelvén abszolútumnak, abszolút metafizikumnak, vagy metafizikai abszolútumnak nevezünk, az valójában potenciálisan minden létezőben, minden emberben jelen van. Az más kérdés, hogy aktusba, aktualitásba a legritkább esetben emelkedik. Ugye az, akinél aktusba emelkedik, az a metafizikai értelemben már felébredett, vagyis a par excellence beavatott. Tehát tulajdonképpen az influencia, ami az aktusban lévő szubjektum gyakorol, felébreszti a metafizikai principiumot, ami tulajdonképpen egy születéssel kapcsolatos, egy második születéssel kapcsolatos. De ahhoz, hogy ezt a hatást
kivitelezze, az elsődleges feltétel az úgynevezett affiliáció. Az affiliáció, hogy a filius fiút jelent, a fiúvá fogadás, gyermekké fogadás. Tehát a klasszikus értelemben a beavatási szervezet, annak a képviselője első lépésben, mint egy fiúvá fogadja, affiliálja az aspiránst vagy a neofitát. Ez ugye klasszikus körülmények között úgy bontakozott ki, hogy volt egy kolostor, annak ugye megvoltak a megfelelő szabályai, azt felkereste a neofita, becsengetett, megvizsgálták, hogy megvannak-e a megfelelő kvalifikációi, megfelelően élénk és erős benne a törekvés, és akkor vagy felvették, vagy nem. Ha felvették, akkor különböző úgynevezett próbák elé, de hát ezek a próbák nem a sport világából megszokott jellegű próbák, hanem kvalifikációid megmérő, tulajdonképpen szakaszokat jelentettek a számára, elkötelezettségét, alkalmasságát. Itt ugye azonnal felmerül a beavatási kvalifikáltságnak a kérdése. Ennek kapcsán ugye Génon az ezzel kapcsolatos művében említ néhány olyan diszkvalifikáló tényezőt, ami a beavatást eleve kizárja. Ilyen például a és testi vonatkozásokat említ, mégpedig azért, mert a test nagyon sokszor a legbensőbb szellemi állapotoknak a szimbóluma. Hát nyilván, hogyha valakit mondjuk élete során sérülések érnek, mondjuk háborúban, az nem ebbe a kategóriába tartozik, de inkább a születési rendellenességek voltak azok, amit diszkvalifikálták. Ugyanis a beavatáshoz nem egyszerűen normális emberre van szükség, hanem azt lehet mondani, hogy hipernormálisra. Tehát a legkiválóbbak számára, és itt beavatás kapcsán a jelenkori demokratizmus és egalizmus gondolatait, azt a legmesszebben őkig félre kell tennünk. Tehát itt nincs semmi ilyesmi, hogy ez mindenkinek való. Ez valójában kifejezetten a legkiválóbbak számára való, amelynek ugye bizonyos értelemben a külső hordozó szintjén is vannak bizonyos meg, vagy lehetnek megnyilvánulásai, illetve ennek az ellentéte az, hogy a beavatásra való alkalmatlanság megjelenik bizonyos testi torzulások formájában, amilyen például a nagyfokú testi aszimetria, a puposság, vagy a nyelvi készség kapcsán ugye említi a dadogást, ami egy belső, nagyfokú belső diszharmóniának és egyensúlytalanságnak a szimbóluma. De ezen túlmenően természetesen olyan mentális attitűdök is bőven vannak, mentális attitűdök, habitusok, szokások, amelyek gyakorlatilag kizártá teszik azt, hogy valaki érdemben a beavatást meg tudja közelíteni. Hát gyorsan hozzá kell tenni, hogy a modern világ az valójában egy olyan világnézet szerűséget produkál, amire nyugodtan mondhatjuk azon túl, hogy antitradicionális, hogy anti, sőt kontrainiciatikus, tehát beavatás ellenes és ellenbeavatási. Tehát, hogy aki ezt a szemléletet magáévá teszi, az előbb-utóbb, anélkül, hogy észrevenné, olyan hajlamokat alakít ki magába, amelyek révén teljes mértékben ellehetetlenül az, hogy a beavatásnak akár csak a környékére kerüljön. Hogy konkrét példát is említsek, tipikusan ilyen mentális tendencia az, amit harmonicizmusnak, illetve oppozicionalizmusnak lehetne nevezni. Tehát ez a harmonicizmus az a mindenkivel mindenáron jóba lévésre való törekvés, amely szokták mondani, hogy mindenkivel jóba akar lenni, az valójában senkivel nincs jóba. És valójában itt nagyon sokszor felmerül az, hogy igen sötét, kifejezetten diabolikus entitásokkal való harmóniára törekvésnek nyilvánvalóan megvan az a következménye, ami ebből a szempontból katasztrofálisnak tekinthető. Ezzel szemben ugyanilyen veszélyes az oppozicionalizmus, amikor mindent oppozícióban van az illető, még azt is valójában, ami a spirituális értéket hordozza, és amivel éppenséggel mindig a legmesszebb menőkig való harmóniára kellene törekedni. Vagy ugyanilyen ellenbeavatási tendencia a tekintély felismerésére való képtelenség a jelenkorban. Tehát az európai ember körülbelül a középkor végén veszítette el azt, hogy a valódi tekintélyt fel tudja ismerni, hát nyilván ez nem egyszerre ment végbe,
Viszont a jelenkori nyugati ember tökéletesen képtelen a valódi tekintélynek a felismerésére. A valódi tekintély ugye nyilván az lenne, aki őt, az egyébként reménytelen egzisztenciális állapotából egy magasabb, tisztultabb, fénytelibb állapotba tudná irányítani. Az összes többi tekintély az vagy partikuláris, tehát részleges érvényű, vagy valójában nem tekintély. Ugye az áltekintélyek létrehozatala a valóságra iparszerűen működik a jelenkori világban, főleg nyugaton, és hát ugye ez a sztárkultusz, mert az embereknek szükségük van olyanokra, akiket követniük kell, mert az ember legalapvetőbb tulajdonsága az utánzás, és hát a sztárok, akik valójában elvetemült gonosztevők a legtöbb esetben, azokat, mint egy szurrogátumként, tehát pótszerként állítják a jelenkori emberiség, nyugati emberiség számára a valódi tekintélyek helyére. Illetőleg intézményesített formában is így van, hiszen valamikor az, hogy mit kell tenni, tehát a tekintély, amikor kinyilatkoztotta, ez ugye a templomokban a szószékről hangzott el, ma ennek a tanítóhivatalnak a szerepét átvette a doboz, a televízió, meg a különböző médiák, akiket nem lehet tudni igazából, hogy ki és mikor ruházott fel olyan tekintélye, hogy valójában egy emberiség követi. Tehát nyilván egy sötét mágiának a végeredménye, ami ugye fokozottan az elmúlt 50-60 évvel ment végbe, de hogy valójában az egy rendkívül enigmatikus, sötét titokkal függ össze, hogy ez a tekintély átruházás hogyan és milyen módon ment végbe. Az, hogy az emberek átalusszák ezeket, az sajnos már azt lehet mondani, hogy természetes, hiszen a jelenkori ember szinte hipnotikus delíriumban éli az életét, és az, hogy nem veszi észre, hogy milyen áltekintélyek fogságában van, hát sajnos ennek a szomorú ténynek az egyik részesete. De visszatérve az affiliációra, tehát a fiúvá fogadást, tehát tulajdonképpen ez egy kölcsönös, rendkívül mély felismeréssel kapcsolatos. Tehát a mester felismeri a tanítványt, a tanítvány felismeri a mestert, és hogy milyen szoros a benső kapcsolat, azt a fiúváfogadás fejezi ki talán a legjobban, az affiliáció. Egyébként a kereszténységben ugye a Jézus Krisztus, mint az atya fia, ugye Filius, nagyon nagy mértékben utal erre az ideakörre. És nagyon fontos ebből a szempontból. Tehát affiliáció, próbák, megfelelő kvalitások megléte, és aztán végbe megy az, amit a spirituális influencia transzmissziójának neveztünk. Tehát az átadása. Valójában itt két szakaszt kell megkülönböztetnünk. Az első az úgynevezett virtuális beavatás. Azért nevezhető virtuálisnak, mert valójában a beavatás, illetve maga a beavatott az, aki ennek a szellemi restaurációs folyamatnak a végére jutott. Tehát szorosabb értelemben véve beavatottnak csak a metafizikailag felébredett létezőt lehet nevezni. Ezért valójában, amikor elindul ez a folyamat, akkor ezt virtuális beavatásnak kell nevezni. Tehát mint egy megelőlegezhető, amennyiben a kvalifikációi megvannak az aspiránsnak, illetőleg a törekvés is őszinte és megfelelő intenzitású benne, akkor valamikor, nem feltétlenül csak időben elgondolva, vagy eszmei időbeliségben elgondolva, perfektuálja magában a beavatás lényegét, és ezt lehet mellett második szakaszint effektív beavatásnak nevezni. A virtuális beavatás első lépés, ez kifejezetten erre utal az iniciáció fogalma, a metafizikai principium felébredése az emberben. Az átmának, mint intuíciónak a felébredése az emberben. Ez amikor megjelenik, akkor valójában, ha le akarnánk írni, fenomenológiailag, akkor az valójában egy infinitizimális pont, egy végtelenül kicsiny pont. Olyasmi, mint egy embrió. Embriószerű. És a létezőhöz, aki ugye fizikai értelemben már megszületett volt, ahhoz képest, mint már mondtam, egy második születésként fogható fel. Megint csak teljes mértékben egybevág a keresztény
tradíció tanításával, illetve magának Jézus Krisztusnak az opuszával. Ugye magának a kisdednek a megszületése, amennyiben nem kizárólag exoterikusan, sőt ma már profán módon értelmezzük, hogy ott 2000 éve valamikor valahol megszületett valaki, hanem valójában ez a születés ez bennem történik, akkor ez a születés, mint a metafizikai principium szimbóluma, az valójában az én második születésemmel azonos. És amikor ez a folyamat beteljesedik, az a beavatási munka során, amelynek ugye két nagyon fontos eszköze van a beavatási munka elvégzésének, az egyik az a tradicionális rítus, a másik pedig a tradicionális tanítás. Hát tulajdonképpen a rítuson és a doktrinán keresztül adja át a beavató, a spirituális influenciát a neofitának. A rítus, ami ugye a szanszi indogermán alapon megfelelésben áll a szanszkrit rita szóval, és az azt jelenti, hogy rend, valójában a rítus, és erről a modern emberek szintén gyakorlatilag már semmilyen fogalma nincs, olyan cselekvést jelöl, ami a renddel, az egyetemes renddel összefüggésben áll. Amikor rítusra gondolnak, akkor ugye nagyon előszeretettel keverik ezt valamifajta ceremonializmussal, és mivel a kereszténység az eszenciális rítusait, mint egy beburkolja, igen régóta, erőteljesen egy ceremoniális mászba, ezért valójában a rítus eredeti, tiszta, egyszerű formája az ebben szinte elvész, és mivel a nyugati ember számára az egyetlen tradíciós forma, amit ismer az a kereszténység, emiatt a beburkolásban való elveszése miatt nem tudja már, hogy mi a valójában a rítus. De hogy normatív definícióval éljünk, a rítus az a cselekvés, amely a renddel, az egyetemes kozmikus renddel összefüggésben áll. A rítuson keresztül adja át tulajdonképpen a transmisszor, az átadó, a beavató, valójában a beavatásnak a módszertanát, a módját. Tehát tulajdonképpen hogyan kell, minek a mentén kell kivitelezni a beavatási munkát. És a tradicionális tanítás, amiről azért legalábbis ennek a körnek már van valamilyen fogalma, a tradicionális tanítás pedig éppen a doktrinának a szelleme révén, tehát nem a hold betű, hanem a szelleme, az eleven, ami megelevenít, annak a révén valójában képes a spirituális influenciát átadni. És a spirituális influencia megelevenít abban az értelemben, ami a második születéssel kapcsolatos, tehát az emberben közönségesen mélyen, mint egy latenciában, vagy egy teszhalotti állapotban lévő principiumot képes felébreszteni. Ez a felébredés egyébként olyan élmény, idézőjelben élmény, amit az ember soha nem felejt el. Tehát amennyiben egy konkrét időponthoz köthető, az az ember a leghatalmasabb pozitív élménye, amit valaha megélt. Ebből következik, hogy eltörölhetetlen. Tehát aki ilyen értelemben iniciáltá vált, azt ezt soha nem tudja elveszíteni. Egyébként ennek exoterikus megfelelője a papszentelésnek a rítusa. Ugye akit valamikor egyszer pappá szenteltek, az ezt soha többé nem veszítheti el. Még akkor is, hogyha a misézési jogot megvonják tőle, de maga a papság, mint állapot, az elveszíthetetlen. De ez csak egy exoterikus megfelelője. A valódi iniciáció egy olyan visszavonhatatlan állapotot eredményez az ember számára, amely őt ténylegesen kiemeli abból az egzisztenciális állapotból, amelybe korábban találta magát. Most, hogy akibe ténylegesen megtörténik ez a második születésnek nevezhető virtuális beavatás, hogy ő végig tudja vinni a beavatási munka folyamán az effektív beavatást, és eléri a végcélt, ez kérdéses természetesen. Egyáltalán nem garancia az, hogy akiben a metafizikai principium felébred, a virtuális beavatás révén, az ezt mint egy perfektuálni is tudja, és azt az infinitizimális pontként megragadható
vagy akár hogy az alkímia fogalmazott, azt az aranyembriót, azt valójában el tudja vinni a maga a teljes tökéletességig, vagyis az infinitizimális pontot, ami a létezés centrumában van, ki tudja terjeszteni a létezés teljes totalitásába, az kérdés. Tehát az egyáltalán nem szavatolt. Ahhoz törekvésre van szükség, ez a beavatási munka, vagy ha úgy tetszik, a szellemi út lényege, ez a törekvés, ahova mindenki odáig jut el, amennyit saját kvalitásai, illetőleg a benne élő törekvés intenzitása lehetővé tesz. Most a konvencionális értelemben vett beavatás révén, tehát ami ugye klasszikus és konvencionális beavatási szervezetek formájában gondolható el, ott valójában ez egyik óriási jelentősége magán a virtuális beavatáson túl. Tehát a principium felébresztésén túl még az, hogy a mester vagy az előjárók folyamatosan kontrollálják és korrigálják a beavatási munkának a duktusát, a menetét. Hogy az eltévejedés az minimálisra legyen csökkentető. A szellemi úton az eltévejedés az folyamatosan állandóan jelen van. Természetesen nincs az a reguláris iniciatikus szervezet, ami mindenképpen és feltétlenül meg tud óvni mindenkit az eltévejedéstől, hiszen bőven vannak olyanok, vagy voltak, akik akár egy nagyon komoly beavatási rendet is otthagytak, és aztán ki tudja, hogy milyen deviáció útjára léptek. De minden esetre, amit ebben a vonatkozásban meg lehetett tenni, azt a klasszikus vagy konvencionális értelemben vett beavatási szervezet megtette. Aztán az aláhanyatlásnak az a legbiztosabb módja, amikor a mester nem megfelelően kvalifikált tanítványt fogad magához, hogy ez a leromlásnak ez a legbiztosabb módja, és hogy ennek révén megy legtöbbször végbe az, hogy ami valamikor még működött, az már nem működik, sőt, gyakorlatilag ellentétébe fordul. Tipikusan ilyen példa, ugye a szabadkőművesség, az a szabadkőművesség, ami eredetileg egy valódi beavatás birtokoló, és ezoterikus rendű beavatás birtokoló szervezet volt, és aztán ez az idők folyamán, ugye körülbelül 300 évvel ezelőttre tehető indexdátum szerint az, amikor gyakorlatilag teljes mértékben elveszíti iniciatikus jelentőségét, és külső evilági célok felé fordulás értelmében igen súlyos deviáció megy végbe benne, és mivel korrupció optimi pessima, tehát a legjobbak a romlása a legrosszabb, valójában a világ aláfállításában és tönkretételében az ilyen pseudo és kontrainiciatikus organizációk és emberek tudják a legsúlyosabb csapásokat kivitelezni. Tehát a tudatlan ember és tudatlan társaságok, profán társaságok nem tudják a világot úgy megrontani, mint aki valódi tudással rendelkezik, akár ezoterikus rendű tudással, csak azt nem az eredeti célnak megfelelően használja, hanem például világi hatalomnak az arrogálására. Ami ugye a szabadkőművesség esetében alig ha lehet kérdés. Az előadásnak az a cím, hogy beavatás és a modern nyugat. Ha most a figyelmünket a jelenkorra, és a jelenkorra különösen a beavatás szempontjából egy gyakorlati megfontolások alapján vetjük, akkor azt kell megállapítanunk, hogy mindaz, amit beavatási szervezetnek lehet nevezni, az teljes mértékben eltűnt onnan, amit a jelenkori nyugatnak lehet nevezni. Nincsenek beavatási szervezetek. Nincs olyan, ami egy klasszikus és konvencionális regularitásnak megfelelő lenne, sem ezoterikus, pláne ezoterikus, de exoterikus értelemben sem. Na most akkor mit lehet tenni? Tehetjük fel a ilyen drámai kérdést. Mit tehet az az ember, aki ennek ellenére is magában olyan törekvéseket ápol, aminek a révén minden áron szeretné azt a problémakört megoldani, ami az ember e világba való létezésével úszóval együtt jár. Mondják, hogy ez veszedelmes, ezt azt szoktam mondani, hogy kétségtelen, óriási veszélyekkel jár a spirituális realizáció, kiváltképpen, ha nem reguláris keretek között folyik. Ennél csak egy sokkal hatalmasabb veszéllyel járó
dolog van, amikor az ember nem csinál semmit. Ugyanis, hogyha a betegségre, az öregségre és a halálra gondolunk, akkor az embernek van fogalma arról, hogy mi az a veszedelmeknek, mi az a köre, ami gyakorlatilag az emberre a születésével együtt leselkedik. Hát már, aki egyáltalán bele tud gondolni a saját helyzetébe. Ugyanis a beavatás révén pontosan azoknak az önidentifikációs síkoknak, önazonosítási síkoknak a megszüntetése megy végbe, amelyek ki vannak téve ezeknek a folyamatoknak, nevezetesen az öregségnek és a halálnak, az elmúlásnak. Tehát amikor az ember abban a körben éli át magát, ami ennek a folyamatnak, amit minden létező, illetve egyetlen egy létező számára sem elkerülhető, akkor ennek a sorsában fog osztozni. A beavatásnak az eminens célja az, hogy ezeket az identifikációs köröket meghaladja. Tehát bár veszedelmes, egy olyan értelemben felvethető beavatás, ami nem konvencionális regularitás körében folyik, mégis azt kell mondani, hogy van egy olyan embertípus, aki ennek ellenére is azt mondja, hogy én ezt megpróbálom. És itt kell bevezetnünk azt a rendkívül fontos fogalmat, ami elsősorban ugye Julius Evola nevéhez kötődik, illetve magyar vonatkozásban László Andráshoz is, hogy az inkonvencionális regularitás. Tehát mivel mondtuk, hogy nincsen más beavatás, csak reguláris, viszont a regularitás az nem csak a konvencionális keretek között gondolható el. A folyamatnak, a történéseknek a lényege, benső lényege meg kell, hogy őrizze a regularitást, viszont külső körülményeit tekintve úgymond nagyon nagy mértékben a szokványostól eltérő formákat ölthet. Valójában ez az egyetlen és utolsó lehetősége a nyugati embernek, amennyiben spirituális értelemben valamit óhajt magával kezdeni. Itt ugye meg lehet állapítani bizonyos típusokat a beavatás kapcsán. Az egyik, a legelső, akit meg kell említenünk, ez a születetten virtuális beavatott. Ez egy olyan létező, aki valójában prenatálisan, tehát születés előttről olyan transzcendentális kvalifikációkat hordoz, hogy valójában életének a ifjúkorában, elején, mint egy bizonyos hatások, akár csak egyetlen egy szimbolikus jel, vagy egy történés révén, kvázi visszaemlékezésként azonnal eléri virtuális beavatottnak a szintjét. Tehát történik vele mondjuk egy olyan fulguratív, egy villámcsapásszerű megvilágosodás, illumináció, amiben gyakorlatilag eléri azt, amiben születése előtt, és nem a vulgár reinkarnacionizmus értelmében felvette ezt, amiben a születése előtt mintegy volt. Egy visszaemlék, kvázi visszaemlékezés értelmében. Az, aki számára egy ilyen végbe megy, ugye ezt nevezi egyébként a Zen Szatarinak, Szatari, ez a villámcsapásszerű megvilágosodás, és amit tulajdonképpen a Zen az kvázi intézményes körülmények között törekedett elérni a neofitákkal. De ott még a konvencionális regularitás értelmében. Tehát valójában a Szatorit a születetten virtuális beavatott éri el. Tehát ott egy hatalmas illuminatív élmény éri, az olyasmi, mint amikor valaki egy függönyön, csak hogy a réseken vannak rajta lyukak, azon keresztül beszűrődő fényt látja, és az mint, hogy egyszer csak így széthúznák az egészet. Szóval olyan erejű élmény, amely valójában az ember életének a legboldogabb pillanatait is messze felülmúlja. Tehát mondjuk a legtökéletesebb szexuális egyesülésben nyert kielégülés élménye, ami egyébként mindig csak ideiglenes, viszont ez egy olyan jellegű, hatalmas boldogsággal kapcsolatos átélés, amit soha nem veszít el. De annak nincs vége valójában. Az ott végleg megemeli a létezőt egy olyan szintre, amelyet korábban ebben az életében nem birtokolt. A második lehetséges eset az inkonvencionális regularitás kapcsán, ami megemlítendő, ez a tulajdonképpen egy hosszú illuminációs megvilágosodási folyamat révén, mint egy életbeavatás.
Tehát nem abban az értelemben, hogy majd az élet a maga borzalmaival, meg ilyen-olyan történéseivel az emberben kivitelezi majd a beavatottságot, mert ilyesmi nincsen, erről ne álmodozzunk. Tehát valaki akármennyit szenved, vagy mit tudom én, milyen megpróbáltatások érik, soha nem lesz beavatott ettől. Viszont akiben valóban őszinte, igazi és leküzdhetetlen törekvés él az igazság megismerésére, nagyon fontos, mert itt megismerésről van szó, az valójában folyamatosan a felismerések révén, amiket életében tesz, egyre inkább, mint egy megvilágosodik, egyre inkább ilyen az értéssel és az érzéssel összefüggő rálátása van arra, amit a spiritualitás és a beavatás jelent, hogy tulajdonképpen egy folyamat révén eléri azt, amit az életen keresztül való beavatásnak lehetne nevezni. Elérheti azt. Mondanom se kell, hogy ez a kivételesnél kivételesebb esetekről van szó, de a rend kedvéért meg kell említeni, már csak azért is, mert a jelenkori nyugaton nincs más lehetőség. Csak azért se nagyon van egyébként, mert tegyük fel, hogy keleten még van beavatási szervezet. Reguláris és konvencionális értelemben lett reguláris a beavatási szervezet. Ugye itt óriási probléma az ennek a megtalálása. Tehát, hogy találja meg az illető? Tehát elindul, felszáll egy repülőgépre, leszáll mondjuk Arábiában, vagy leszáll Indiában, és akkor hova megy? Szóval hogy megy ez? De valójában az, hogy megtalálja a beavatási szervezetet, azt úgy is fel kell vetni, hogy nem ő találja meg egyszerűen, hanem a beavatási szervezet találja meg őt. Az pedig úgy megy végbe, hogy az illető, a létező olyan kvázi jeleket ad magáról, a létezését úgy éli, és itt óriási szerepe van például a konfesszióknak. Milyen konfessziókat tesz az ember az életében? Mit hirdet ki magából? De mondjuk például mit ír? Meg mikről beszél? Mert az ugye jeleket ad, ez, kvázi jeleket ad a létezésben, hogy a beavatási szervezet úgymond megtalálhatja. Tehát aztán mondanom se kell, hogy messze nem olyan, ami hetente kétszer éri az embert, de mindenképpen fel kell úgy vetni, hogy nem csak a tanítvány keresi a mestert, hanem az bizonyos, ha megérett arra a szintre, akkor tulajdonképpen ez fordítva is végbe megy. És kölcsönös a megtalálás. Úgyhogy keleten azért más a helyzet. Tehát a keletet ne írjuk le annyival, hogy ott is megszűn minden. Hajlamos a magyar tradíciós iskola ezt minden további nélkül elintézni ezzel. Ugyanakkor, és maradjunk egy normatív állásponton, ne is legyenek túlzott illúzióink ezzel kapcsolatban. De a kelet még mindig más. Hát nagy erőkkel törekszenek a tönkretételére. Ugye többször mondtam, hogy jelenleg a harmadik világháború folyik, aminek esszenciális cél nem az olaj, meg nem a gazdaság, hanem az iszlám megszüntetése, elpusztítása, tönkretétele. Pontosan azért, hogy a maradék iniciatikus lehetőségeket is végleg elvágják a jelenkori emberiségtől. De hogy visszautaljak arra, hogy miért problematikus a kelettel való kapcsolatfelvétel, tehát tulajdonképpen az, aki keleti doktrinákkal foglalkozik, és a legkisebb mértékben még valami fajta egzotikum érzése van azzal kapcsolatban, az pontosan azt jelzi, hogy számára a kelet és az a bizonyos doktrina, legyen az a buddhizmus, vagy a hinduizmus, vagy a taoizmus, az számára még csak külső jellegű. Tehát mindenképpen megmaradt valami külső szinten, és az asszimiláció, tehát a befogadás, a sajátnak érzés, a sajátnak tekintés, az még nem ment végbe kellő erővel. Márhedik, ha valamit külsőként élek meg, az azzal kapcsolatos megismerés lehetősége az ugye kizárt. Mert a megismerés az a megismerőnek a megismertel való azonosulása. Az a valódi megismerés. Tehát csak akkor tudok valamiről érdemben beszélni, hogyha én azzal egyé váltam. Az akkor ismertem meg azt igazából. Addig is beszélhetek róla nyilván érdemben, de az csak teória, tehát az csak elmélet. A valódi megismerésben az ember a megismerendővel azonossá válik. Ez egyébként a magának a beavatásra, tehát magának a transzmisszornak, az átadónak a vonatkozásában azt is jelenti, hogy valójában a spirituális influenciát
tehát a szellemi befolyás, ami életre kelti az előbb említett metafizikai principiumot, azt nem csak az képes eszközölni, aki a végső célt elérte. Valójában elvileg mindenki képes eszközölni, aki magában ezt átélte. Sőt, bizonyos értelemben az, aki igen magas grádusokat valósított meg, az már kevésbé alkalmas arra, mert olyan távolság van a két létező között, hogy az nagyfokú diszharmóniát jelenthet a közvetlen kapcsolat formájában. Ugyanis itt ki kell emelnem egy további rendkívül lényeges pontot, hogy effektív beavatás csak és kizárólag személyes kapcsolat révén lehetséges. Tehát nincsen semmi olyasmi, hogy olvasás révén, meg videó előadások nézegetése révén, meg ilyesmi révén a spirituális influenciát azt meg lehet kapni. Ez kifejezetten személyes, két ember, illetve nem feltétlenül kettő, de mindenképpen személyes jellegű aktusként megy végbe. Azért mondom, hogy nem feltétlenül két emberes, mert vannak, voltak olyan beavatási szervezetek, és olyan iniciatikus rítusok, ahol tulajdonképpen egy kollektívum perfektuálta magát az átadást. Egy kollektívum, de amikor kollektívumot mondunk, akkor gyorsan hozzá kell tenni, hogy abban a kollektívumban ugyanúgy jelen kell lennie egy transzindividuális erőnek, mint ahogy magának a egy személyben beavatást végzőnek az esetében is meg kell lenni. Ezt most úgy értsék, hogy a kollektívum az tulajdonképpen semmi más, mint az individuumoknak a számtani összessége. Tehát önmagában a kollektívum nem hordoz semmiféle transzindividuális, tehát az individualitást meghaladó minőséget és valóságot. Az akkor hordozhatja, hogyha az a kollektívum egy olyan erőt képes invokálni, megidézni, amelynek a révén ténylegesen meghaladják a kollektívum tagjai a pusztán individuális állapotokat. És akkor képesek tulajdonképpen lehívni azt az erőt, amely a transzmissziót végre tudja hajtani. Egyébként maga a Biblia is utal erre, azt mondja, hogy amikor összegyűltek ketten, hárman az nevemben, akkor ott vagyok közöttetek, vagy közöttük. Ez például erre utal. Most ez nem csak azt jelenti, hogy ott most ilyen szentimentálisan imádkozgatnak, meg beszélgetnek ilyen dolgokról, hanem ott valódi hatóerő, ezt értsük meg a beavatás kapcsán, hogy a valódi hatóerőkről van szó. Abban az értelemben, hogy a beavató, a transzmisszor ténylegesen beavatkozik a tanítványnak, ugye szanszkritul a cselának, a lelki tudati terébe, és ott bizonyos értelemben a műveletek benső körét meghatározza, olyan értelemben, hogy ez egy emelkedéssel legyen összefüggésbe. Ez egy kifejezetten pozitív aktus. És ami szorosan ide kapcsolódóan a beavatás világát, például a misztikától elválasztja, az az, hogy a beavatás mindig aktív jellegű, a misztikában pedig mindig van valami, ami passzív. A misztikus az tulajdonképpen bizonyos állapotokat hoz létre önmagába, mondjuk böjtel, imádkozással, stb. És ennek eredményeként, mint egy várja, hogy jutalomként, vagy valami fajta eredményként a különböző extraindividuális állapotok egy imitáció Krisztus utánzása jegyébe, mint egy bekövetkezzenek nála. A beavatás teljes mértékben nem ilyen. A beavatás az egy aktív folyamat, ahol az első lépéstől az utolsóig nagy mértékben és szinte kizárólagosan a törekvőnek az aktivitásán múlik minden. Az aktivitásán, tehát egy aktív magatartásról van szó, amelyet adott esetben a mester vagy az a beavatási szervezet, amelynek a körében végbe megy a folyamat, az tulajdonképpen regulálhat, és a különböző eltévedéseket korrigálhatja, de valójában, ha nincs meg az aktivitás, akkor az illető soha sehova nem fog eljutni. Tehát nincs olyan módszer, spirituális módszer, amivel az ember akár az idők végezetéig bárhova eljutna, ha maga a törekvés, mint eszenciálisan fontos valóság nem áll fent. Tehát nincs semmiféle légzőgyakorlat, meg ászanák, meg
Szóval akármit lehet csinálni, soha sehova nem fog elvezetni. Amennyiben az emberben nincs meg az az eszenciális törekvés, hogy minden áron meg akarja ismerni az igazságot. Nem a jogi értelemben vett igazságot, hanem az eszmei értelemben vett igazságot. Tehát az, ami a létezés teljességét átfogja, azt az igazságot. Ha ez a törekvés hiányzik, akkor semmi. Az égvilágon semmi nem fog eredményre vezetni. Viszont megfordítva, ha ez a törekvés tényleg őszinte, leküzdhetetlen és valóságos, az meg fogja teremteni magát a metodikát is, aminek a révén az illető el fogja érni a megfelelő állapotokat. És pontosan erre appellál az inkonvencionális regularitás. Úgy is lehetne egyszerűen fogalmazni, hogy ha akarat van, akkor út is van. Most az akarat az igen felfokozott és illuminált, tehát meg világossággal kapcsolatos akarat kell, hogy legyen, mert valójában az út az nem várakozik valahol rám, az út az bennem van. Az út különböző stációi az én tudatállapotaim, amiket én tulajdonképpen az út bejárása folyán megteremtek saját magam számára. Az nincs valahol. És ezt a megfelelő akarat hívja életre. És ennek az akaratnak, hát ha meg akarnánk határozni, hogy mi az, amivel egyáltalán ennek a közelébe lehet jutni, de nagyon nehéz dolgunk van, de talán, ha valamit mondani kellene ezzel kapcsolatban, azt lehet mondani, hogy amit a Biblia úgy fejez, hogy a langyosakat az Úr kiköpi. Tehát, hogy valójában, ha valaki mindig végletekig elmegy abban az egzisztenciális helyzetben, amiben van, ezt a bizonyos langyosságot kerülve, akkor előbb-utóbb eljut valahova. Még abban az értelemben is eljut, hogyha igen kritikus és negatív állapotokat realizál. Tehát például egy olyan állapotban, amire általában a fiatalok vannak, és akkor a narkózis különböző formáihoz nyúlnak vigaszért. Tehát valójában ott is mindig az, hogy azért nem jutnak el sehol, mert a hitványság, tehát hogy nem meri igazából végigcsinálni a dolgot, hanem mindig úgy félkészre, ez az, ami valójában azt eredményez, hogy nem jut sehova. Mert ha eljut az abisszoszig, tehát a létfenekéig, a létgödréig, egy végletekig fokozott válság átélése révén, egy pozitív, végül pozitív kicsengésű nihilizmus okán, ahol minden értelmetlenné válik, még az is értelmetlenné válik, hogy magát elveszítse az ember, tehát annál nincs lejjebb, ott megjelenhet a fény az ember számára. Ha végigviszi. De az emberek általában langyosak. Tehát ha szórakoznak, akkor nem szórakoznak igazán, ha tanulnak, nem tanulnak igazán, hanem úgy mismásolnak. Így pedig nem lehet sehova jutni. Na most nem mondom azt, hogyha valaki mindig mindenhol elmegy a végletekig, akkor az beavatott lesz. De ha valamit pozitívra meg kellene határozni, mint előfeltételt egy inkonvencionális regularitás értelméhez való hozzáféréshez, hát az egyik az biztosabb lenne. Persze születni kell rá. Tehát azt nem mondom, hogy egy nem megfelelő rangú és minőségi születésű ember az egyáltalán érdemben bármit felfog ebből, amit most mondok. Ez messze menőkig arisztokratikus természet. Az arisztokrác az azt jelenti, hogy a legjobbak uralma, és nem mediokritásszal kapcsolatos, tehát az átkozott középszerűséggel. Tehát a középszerűség az nem a beavatás világa. A középszerűség az, most már egyébként lassan ott járunk, hogy annyira alacsony rendek az emberek, hogy egy középszerű ember, az arra már figyelni kell. Valamikor a középszerűséget azért mindenki realizált, és ott a kiválóakra figyeltek. Most ott járunk, hogy a teljes alacsony rendűség, ami pandémikusan elural minden, abban már egy középszerű ember is, mint egy illuminatív hatású az emberre nézve. Na de most nem ebben a világban járunk, hanem abban, ami a legkiválóbbaké, és a legkiválóbbak számára mindig nyitva áll az út, amihez az őszinte, leküzdhetetlen törekvés az igazság megismerésére a legfontosabb tényező. Ha még végezetül egy példával is meg akarnám világítani, hogy miről van szó, egy egészen elképesztő paradoxon az maga a keresztény tradíciónak a léte.
Ugye az, ami Jézus Krisztusnak az opusza, tehát a élet nem a maga a verbális tanítása, hanem amit tesz, tehát az opusz, az valójában egy virtuális és effektív beavatásnak a leírása. Tehát a kereszténység valójában nem szól másról, mint a beavatásról. Nincs még egy olyan hagyomány és vallás a világon, ahol ennyit és ilyen sűrűn beszélnének a beavatásról. Tehát maga a keresztelés, vagy a baptizmus, a bemerítés, az maga a szó szerint azt jelenti, hogy beavatás, és nem történik semmi. Sem a gyermek keresztelésnél, sem a felnőtt keresztelésnél nem történik semmi. Tehát nem transzmittálják a spirituális influenciát, nem adja át a szellemi befolyást, ennek következtében nem megy végbe a második születés, ennek következtében nincs virtuális beavatás, virtuális beavatás hiányában nincs beavatási munka, és azért nem tud végbe menni az effektív beavatás. Miközben Jézus Krisztus élettörténete semmi másról nem szól, mint erről, ha kicsit ki akarnánk sarkítani a dolgot. Ugye a Jordánban való megkeresztelés, keresztelő szent, beavató Szent János, ezt jelenti, az tulajdonképpen a virtuális beavatás, amikor a metafizikai principium átveszi, mint egy az Uramat, megszületik a Jézusban. De ugyanakkor már maga a betlehemi születés is ennek a szimbóluma, amennyiben, mint az előbb utaltam rá, nem egy külső történelmi eseményként gondolunk rá, hanem egy olyan folyamatként, ami bennem most megy végbe. Mindig így érdemes felvetni, hogy szent könyvek tanításai nem valahol vannak, azok itt történnek most bennem. Tehát a betlehemi születés az az, amikor én bennem rendkívül negatív körülmények között, ugye Izrael, bár már ATV is megmondta, hogy antiszemita vagyok, tehát onnan már megtudtam, hogy az vagyok. Tehát rendkívül negatív körülmények között, ugye Júdeában, egy istállóban megszületik. Mit jelent ez szimbolikusan? Tehát azt jelenti, hogy a vitalitás és a testiség körében, amit az ember születési organizmusa szimbolizál, tehát ezeken az ösztönök, ugye szamár, meg nem tudom miféle állatok vannak ott, ezek ugye kvalitásokat, emberi tulajdonságokat szimbolizálnak. Tehát egy átlagos született ember, ez a betlehemi istálló, körében megjelenik a metafizikai principium, megszületik a metafizikai principium, amit ugye jelöl egy csillag, amit a napkeleti bölcsek, hát egyébként az ő nevük az, hogy mági, ab orientis, latinul, tehát mágusok keletről, ezt ugye el szokták hanyagolni, és úgy fordítják le, hogy napkeleti bölcsek, jelölik. Tehát van egy jel, megszületik bennem a metafizikai principium, és tulajdonképpen ott ki is jelöli onnantól kezdve az effektív megvalósításnak a metodikáját. Mert mi történik? Ugye Héródes, aki e világ királya, megtudván azt, hogy mi történik, el akarja pusztítani a kisdedet, de mivel nem tudja azonosítani, mert nincs hozzá látása, ezért azt a parancsot adja ki, hogy Betlehemben minden újszülöttet pusztítsanak el. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor bennem megszületik ez a metafizikai principium, megszületek én önmagam, saját valóságos lényem szerint, megszületek én, mint Krisztus, akkor tulajdonképpen azok a kondíciók, azok a feltételek, amik engem körülvesznek az addigi életemből, arra törekszenek, hogy ezt elpusztítsák. Tehát a külvilágnak, amit ugye ott a betlehemi istálló és a Héródes katonái szimbolizálnak, a külvilág egy ilyen pusztító és letális hatással jelenik meg számomra. Nagyon sokan, személyesen is láttam már ilyet, valójában a metafizikai principium megszületését követően azonnal gyakorlatilag egy ilyen eltompulás és végül is ennek a kihújása állapotába kerülnek. Tehát azokat, akik Heródes katonái utolérnek, azok számára ott befejeződött a folyamat. Ott ez meghalt. De ugye a tanítás mondja, hogy mit kell tenni, ki kell menekíteni, ugye a menekülés Egyiptomba. Ez ugye klasszikus körülmények között úgy megy végbe, hogy klauzúrát kell vonni az embernek maga köré. Tehát az, aki az a hatalmas létrendi aktus szerencsésen végbe ment, hogy benne a metafizikai principium életre kelt, amit a kereszténységben Jézus születése szimbolizál, annak az a teendője, hogy magát klauzúrába vonja. Klauzúra zárlat. Ugye erre voltak valamikor intézményesítve a kolostorok.
Tehát ilyen körülmények között, amit a kolostor fejez ki a legjobban, az ideális az, hogy a kisdeb, a megszületett metafizikai principium, az mint egy elkezd felcseperedni. Amikor egyébként visszajönnek Egyiptomból, akkor már Héródes király meghal, és a fia, Archelaus, szintén meg akarja pusztítani, tehát a világ az soha nem lesz ezzel kapcsolatban, mint egy konformatív, tehát egy ilyen pozitív hozzáállást biztosít, és ugye azért van, hogy nem is Betlehembe, hanem Názáretbe térnek vissza, azért nevezik ugye Názáreti Jézusnak. Tehát a világ továbbra is rendkívül negatív hatást gyakorol a megszületett principiumra, de az megfelelő spirituális munka eredményeként megszilárdul, ugye a 30 éves korában pedig olyan erővel tölti be a létezőnek a teljességét, már nem egy kisdedről van szó, hanem eleje teljében sugárzó és világító principiumról, amely mint egy kilép a világba, és megkezdi azt az utat, amit effektív beavatásnak lehetne nevezni. Tulajdonképpen a jézusi szenvedés történet is, illetve az egész útja, beleértve a virágvasárnapot és a nagypénteket is, az valójában a beavatási folyamatnak a perfektualizációja, olyaddig, hogy végül is a mennybe menetel, ünkösd, az a metafizikai abszolúciónak egy lehetséges szimbóluma a keresztény hagyomány körében. Annak, amit exvigiláció metafizika abszolútának lehet nevezni, tehát teljes és tökéletes metafizikai felébredésnek. És ennek ellenére nincs még egy olyan vallás a világon, amiben kevésbé menne végbe a beavatás. Hogy gyakorlatilag azokat a köröket, amelyek ezt valamikor hordozhatták, ugye a keresztény gnózis formájában, azokat a történetének szinte a legelején drasztikus és brutális módon kiiktatta magából. De a hermetika formájában, ugye mi a hermetika? A hermetika tulajdonképpen a ókori egyiptomi tradíció egy bizonyos részének a továbbélése a középkori Európában és Arábiában. Tehát a hermetika formájában továbbél az iniciutikus tradíció, rendkívül kedvezőtlen körülmények közepette, mert bár a középkor még jellemző egy nagyfokú világosság, főleg a mai állapotokhoz képest, tehát zárójelben jegyzem meg, hogy a sötét középkort azt nagyon gyorsan száműzzük a fogalomkészletünkből, tehát ott egy nagyfokú spirituális világosság még jelen van, de ez annyira egy bizonyos meghatározott tradicionális formához, nevezetesen a római katolicizmushoz kötődik, hogy az egyéb formák akceptálására teljesen képtelennek mutatkozik, úgyhogy gyakorlatilag a búvópatak formájában és egy ilyen konspiratív körülmények között létezik az, ami a hermetikai tradíció, és amire Génon azt mondja, hogy az alkímia az valójában a hermetika technikája, beavatási metodika értelmében a technikája. És aztán ez él tovább bizonyos értelemben a úgynevezett rózsakeresztesség formájában, aminek gyorsan hozzáteszem semmi, de égvilágon semmi köze nincs a mai világban szaladgáló úgynevezett rózsakeresztes szervezetekhez. Ugyanis a rózsakereszt az egy beavatási szintet jelöl, nem pedig egy szervezetet eredetileg is. Az azt jelenti, hogy aki a centrumba redukálta önmagát, ugye a kereszt középpontja, és ott kinyílik egy rózsa, az azt mutatja, hogy a centrális állapot a lét totalitásába ki van terjesztve. Ez ennek a szimbóluma, a rózsakereszt. És nem rózsakeresztesek voltak elsősorban, hanem rózsakeresztek. Azok, akik benső állapotukként a kereszt középpontjában kinyíló rózsa állapotát megvalósították. És aztán meg kell említeni a templomos lovagrendet, mint nagy valószínűséggel beavatási szervezetet, mint a nyugati világ egyik legmagasabb rendű szervezet, akik amellett, hogy a világ legjobb katonái voltak, egyszer mint nagyon komoly iniciatikus doktrinákkal és beavatási metódussal rendelkeztek. Tehát
amellett, hogy egy királyi beavatást realizáltak, és ami sajnálatos módon a királyi beavatás mindig csak a kis misztériumok területére terjed ki, vagyis amit az előadás elején említettem, az emberi primordialitás, tehát az édenkert és a paradicsomi állapot helyreállítására, mind a mellett nagyon komoly gnosztikus áthatottság jellemezte. És hát ellenbeavatási erők, amelyek ugye elsősorban IV. Szép Fülöp nogarei kancellár és a pápa körül jelentek meg, azok sajnos ezt brutális módon felszámolták. Olyaddig, ugye ezt már mindenki számára ismert, hogy a Jacques de Molay-t, a templomos lovagrend utolsó nagymesterét, ezt mágián elpusztították. Igaz, hogy a mágián közölte, hogy még ebben az évben követni fogtok, és mind a kancellár, mind a király, mind a pápa meghalt még abban az évben. Tehát azért a beavatási kvalifikáltság erejéről itt azért kaphatunk némi képet. Persze lehet azt mondani, hogy ez valami obskurus jövőbelátás volt, de nem feltétlenül biztos, hogy ez csak az volt. És aztán, amit már említettem, a szabadkőművesség, amiben az iniciatikus tradíció még utoljára megjelenik a nyugati világban, de hát sajnálatos módon, ugye, és itt az 1717 az index dátum, ami a modern szabadkőművesség létrejöttével kapcsolatos, egy olyan teljes körű deviáció ment végbe, amely gyakorlatilag a homlokegyenes ellentétébe fordította az eredeti célkitűzéseket. Ez azt jelenti, hogy valójában, amíg a valódi beavatás ténylegesen ember feletti állapotok maradéktalan és visszavonhatatlan realizálását tűzi ki célul, addig az ellenbeavatás ezzel szemben az ember alatti állapotok provokálása révén olyan területekre is beviszi a halálerőket, olyan tudati területekre, amelyek közönségesen az ember számára nem adottak. Tehát azt lehet mondani, hogy egy vertikum mentén, amíg a beavatás felemel, addig az ellenbeavatás pedig alászállít. És a kvázi semmibe, a pokolszerű állapotokban való diszolúcióban divergál. És ekközött a kettő között van az úgynevezett pseudo-iniciáció, az álbeavatás, ami nagy mértékben ceremonializmussal függ össze általában, de nem feltétlenül, szemben ugye a valódi rítusokkal. De ez olyasmi, ebből nagyon sok van a jelenkori nyugaton, respektíve Magyarországon is. Nagyon sok ilyen szerv, lépten nyomon beavatás, sokat kínálnak hétvégén. Láttam olyan újsághirdetés, hogy két beavatás, és ott plusz harmadik szempelnyitás, valahol Szoboszlón fürdőzés közben. Hát hogyha azért ez ilyen egyszerű lenne, az nagyon megnyugtató lenne, de a dolog az nem ilyen egyszerű. Hát ezek álbeavatási szervezetek, itt valójában hosszú éveken át törekszik az ember, ha törekszik, mert általában már azzal nem nagyon gyötrik az embereket, hogy túlzottan törekvésre sarkalják őket. Tehát valójában itt az a tragédia az álbeavatási szervezeteknél, vagy álbeavatási irányzatoknál, hogy hosszú évek során gyakorlatilag semmi nem történik az illetővel érdemben és lényegi értelemben. Tehát se nem illuminálódik, se nem jut közelebb metafizikai értelemben lett önmagához, nem beszélve arról, hogy a három legfontosabb probléma, ami az emberisztenciát érinti, az öregség, betegség, halál, érdemben való legyőzése kapcsán pedig gyakorlatilag nulla, amit ezek tudnak kínálni. És a álbeavatás erőit egyre inkább felváltják és fel fogják váltani, ez a közeljövő és a távolabbi jövő lesz a nyugati civilizáció számára, amennyiben ezt még egyáltalán civilizációnak lehet nevezni. De valójában a múlt még valamilyen ért. Tehát az, hogy az emberek nem eszik meg egymást az utcán, az még atavisztikus kevény úgy tűnik, a kereszténységből meg innen-onnan megmaradt dolgok, de hát ezek előbb-utóbb, mivel nincs meg őket elevenné tevő magjuk, ezek folyamatosan diszoluálódnak, el fognak tűnni, és hát a barbárság soha nem látott állapotait fogja realizálni a nyugat, és sajnos ebből kifolyó a kelet is előbb-utóbb. Már csak azért is, mert a legagresszívebb eszközökkel ezt gyakorlatilag oda exportálja is a nyugati civilizáció. Az ellenbeavatás erőinek pedig a per maximuma,
az az, amit a keresztény tradíció az Antikrisztus uralmaként nevez meg, ami tulajdonképpen az, ami az összes modern mozgalom, ezen belül főként az áll- és ellenbeavatási irányzatoknak a háttérben rejtett módon megbújó inspirátora. Ezt el lehet gondolni egy konkrét személyként, el lehet gondolni egy erőként, és el lehet gondolni egy rendszerként. Egy olyan rendszerként, ami megvalósul a világban, és ami igen lázasan és serényen dolgoznak. Sajnos a kortársaink a legnagyobb része. A beavatás abszolút valóság, tehát ettől függetlenül, hogy milyen kor és milyen világ van körülöttünk, abban, akiben őszinte törekvés él, annak számára az idők végéig nyitva állnak az utak. Viszont a deviációk, az eltévedések és az ezzel szembe menő, és ezt ellehetetleníteni akaró erők egyre nagyobb teret fognak nyerni, tehát ezzel mindenképpen számolnia kell annak, aki a valódi beavatás útján önmaga kapcsán érdemben és valós lépéseket szeretne tenni. Köszönöm a figyelmet!